Molnár Tamás, a környezetvédelmi és civil ügyek tanácsnoka ismertette, a város költségvetését elfogadta a közgyűlés január végén, így kiírhatóvá váltak a társadalmi felelősségvállalási alappályázatai. Minden civil szervezet, amely székesfehérvári székhelye rendelkezik, pályázhat eszközbeszerzésre, infrastruktúra fejlesztésre többek között. Először február végén a táboros pályázat indul el, illetve az eszközbeszerzési pályázat fog elindulni. Nagyjából március hónapban lehet majd benyújtani a pályázatot, és április elején döntünk is arról, hogy ezek a pályázatok kiknek kerülnek kifizetésre. Ami nagyon fontos, hogy egy nagyon egyszerű formában kerül kiírásra szokás szerint ez a pályázat, tehát két oldalon beadható, egy kis figyelemmel fél óra alatt megoldható pályázatról van szó, és aki sikeresen adja be a pályázatát, az biztos, hogy nyerni is fog. Berdó Kovács Erika, a Fejér megyei civil közösségi szolgáltatók központ irodavezetője elmondta, február 21-e és 25-e között ismét várják a véradókat a megyében három helyszínen. Folyamatosan itt a járványügyi helyzetben apadnak a vérkészletek, ezért is fontos a civil központok országos hálózatának az az akciója, melyben mind a 20 civil központ a saját megyéjében véradást szervez. Mi is így teszünk, Székesfehérváron, Sárbogárdon és Móron fogunk a jövő héten véradásokat szervezni, úgyhogy biztatjuk a civil szervezeteket, a tagokat, a lakosságot, hogy mindenképpen jelenjenek meg és segítsenek így is abban, hogy a beteg embertársaink gyógyulásához egy kicsit mi is hozzájárulhassunk. Székesfehérváron február 23-án a civil központban 14 és 18 óra között adhatnak vért a 18 év felettiek. Irányított véradásra is van lehetőség, amelyhez pontos adatokra, a beteg tajszámának, a kórháznak és az osztálynak a megadására van szükség.